Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál látható itt ez a park, egy szerelmes pár, és a hölgy téged szimbolizálhat, egy nő vagy, a férfi utal a férfiakra, vagy jelenti a lelki társadat. Először megnézzük a te érzelmeidet, utána megnézzük az ő érzelmeit. Nálad láthatóak a gólyák. Ez jelentheti egy kisbabának a születését is, vagy egy újjászületést. Jelent változásokat. És mi az ő érzelme? Itt a kígyó jelentheti a gyógyító erőt, jelenti a változásokat, jelenti a megújulásokat. Persze lehet egy másik nő is. Akkor is, ha itt van közeledés köztetek, de itt a háttérben még megjelenik ez a nő. És itt vannak még érzelmek. Ezek lehetnek szép érzelmek is, hogy ő még szereti ezt a nőt, de ha érzelmekről beszélünk, lehetnek negatív érzelmek is, mint például, hogy ő dühös erre a nőre, vagy fél ettől a nőtől. Ezek is érzelmek. Most megnézzük az ő gondolatát. Itt a gondolatában megjelennek a halak. És a halak jelentik az anyagi dolgokat. Lehet, hogy itt még van anyagi kötöttség, és nem tud kilépni ebből a kapcsolatból. Az is lehet, hogy a nő pénzt követel tőle, és emiatt ő dühös erre a nőre. Amit a halak még jelenthetnek, azok az értékek, a belső értékek is, hogy ő úgy gondolja, értékes vagy számára. Most megnézzük a te gondolataidat. Itt látható a medve, az jelentheti a te élet erődet, hogy tudod azt, hogy be tudod minden helyzetben bizonyítani magadat. Ez a medve, ez lehet egy személy is, akinek szava van. Lehet, hogy valahogy tudod azt, hogy a háttérben ez a nő parancsolgat neki, hiszen ő diktálja az eseményeket. Most megtekintjük azt, hogy ki vagy mi befolyásol téged. A külső befolyás. Itt látható a csevegés, a beszélgetés, a könnyűség, valaki közeledik hozzád, mert beszélni akar veled, és itt látható a vidámság, itt egy jó hírről lesz szó. Most megnézzük azt, hogy ki vagy mi befolyásolja őt. Itt a torony látható, ezek nehézségek, korlátozások, ez lehet egy bírósági ügy is, és akkor tényleg itt anyagiakról van szó, ez a nő követelőzik. Ez nem biztos, hogy válás, ez is lehet persze, de előfordulhat az is, hogy ez a nő valaki a családból. És ez lehet egy örökösödési ügy is, hogy bíróságra kerültek a dolgok, és ez a nő pénzt követel tőle, és emiatt ő dühös rám, ezek most az érzelmei. Mit fog tenni? Ez a gyermek jelenti az ő ártatlanságát, a fiatalos kisugárzását,
vagy jelent kettőtök között egy új irányt, egy új kezdetet. Most megnézzük a te lépéseidet, mit fogsz tenni. Itt látható a mozgás, tehát mozgásba jössz, előre mennek a dolgok, ez a mozgás lehet sport, vagy autó is, de lehetnek változások, egy költözködés, vagy munkahelyi változás. Persze lehet egy kirándulás is, hogy tervezel vele egy kirándulást. Itt ebben a parkban van egy szökőkút, és itt erre mutat a víz, és ez a hely jelenti a jövőt. Mielőtt kialakulna kettőtök között egy közös út, egy közös életút, egy jövő, itt nála vannak még korlátozások, valaki parancsolgat neki, légy ennek tudatában, itt a közeljövőben lesznek nála viták, veszekedések, őrizd meg a nyugalmadat, ne szólj bele a dolgokba, hanem hagyd, hogy ő intézzen most mindent. Ez lehet egy vállás, ez lehet egy örökösödési ügy, itt vannak anyagi témák, kihívások, valaki követelőzik tőle valamit. Lehet, hogy a közeljövőben nem lesz jó a hangulata, de légy ennek tudatában, kerüld el a dolgokat, akkor elkerülöd ezt a vitát, ezt a veszekedést, ami előfordulhat, hogy a közeljövőben ez fog majd történni. És ez volt a jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Meglátogathatsz a Facebook oldalon is, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár, meg vannak újdonságok. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!